Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Béki László természetgyógyász vagyok. A Vitalitás, azaz az egészségügyi életerő televíziós műsor kitalálója, szerkesztő, műsorvezetője, persze nem egyedül vagyok, egy kitűnő stábbal dolgozunk együtt, műszakiaktól kezdve marketingesekig, tehát én vagyok az arc, aki megjelenik a képernyőn. Hát, hölgyeim és uraim, én nagyon kemény mondattal kezdem. Nagyon ritkán volt eddig az emberiség történelmében az, hogy politikailag, pénzügyileg, szakmailag, a fele tudja hányféleképpen megvan osztva a földkerekség lakossága. Vonatkozik ez a szegény emberre, a gazdag emberre, a milliárdosra, a sarki koldusra, a kitűnő vállalkozóra, egyszerűen a Covid-ban ahányféle megnyilvánulás, homlok egyenest mennek egymásnak. Mi lenne, ha? Csak egy kúsza kérdés. Ha leülnék egy nagy kerekasztal köré, és ott azt mondanák, hogy emberek, első pont, itt tartunk most, ezek a tünetek. Kettes pont, ott van az egészség. Hármas pont, mik azok a tényezők, amik akadályozzák a jó felé történő menést. Négyes pont, ezek közül van-e olyan, amelyikre van ráhatás az emberiségnek, vagy van olyan, amire azt mondjuk, hogy nincs ráhatása. Tehát itt én a 83. évben vagyok, az néha elkalandozom ilyen gondolatokra, aztán rájövök, hogy hideg vízbe lógott a lábam, a kezem, és úgy lehűtöm az agyamat. Hölgyek, urak, ez a büdös életben el fog megtörténni. Amíg itt az egész háttérhatalom mozgatja a dolgot, addig nem tudom, hogy egyáltalán mi lesz, vagy mi nem lesz. Egy biztos, hogy nekem is nagyon sok rendkívül magas beosztású, nemzetközi szinten jegyzett tudós barátom, orvos, biokémikus, stb. Van, meg van a másik oldalon is, homlok egyenest egymásnak ellent mondanak, és ezt bizonyítják is. Na, minket viszont hétköznapi embereket ez nem érdekel. Minket az érdekel, hogy itt van a post-covid szindróma, az érdekel, hogy le vagyunk robban, vagy olyan gyengék vagyunk, hogy ősszel a falevél, olyan gyöngék vagyunk, hogy alig tudjuk vonszolni magunkat, fulladozunk, levegőt nem kapunk. Na, ennyi bevezetés után elnézést, kicsit sokra tettem. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm dr. József Erikát, kezét csókolom. Jó napot kívánok, tanár úr, és köszöntöm én is a kedves nézőket. Drága doktornő, azt tudja-e, hogy ön az én szemembe egy magasabb osztályba lépett, mert a Campona bevásárló központban egy csodálatos rendelőt nyitott. Bemutatná ezt a rendelőt, aztán meg beszélünk a post-covid szindrómáról is. Hát a kettő nagyon szorosan fog egymáshoz kapcsolódni, ugyanis ahogy megnyitottuk a betegek és a mondjuk inkább így a páciensek számára a rendelőnket, azt mondhatom, hogy a munkánknak a 90%-át pont a Covid-hoz, post-Covid szindrómához kapcsolódó feladatok teszik ki. Nyilván nagyon rányomja a bélyegét a történetre az, hogy eleve a magyar embereknek az egészségi állapota az nem túl jó. Ezt is ugye már számos adásban elmondtuk, hogy eleve mindenki egy ilyen krónikus gyulladásos állapotban van, hiányos táplálkozás van, tudjuk ennek is az okait, az élelmiszerek, egyebek. Tudjuk azt, hogy tavasszal a lakosság 95%-a D-vitamin hiányossá válik, szinte mindenki magnézium hiányos,
És akkor ugye ennek a tetejébe 2 éve be vagyunk zárva, az emberek rettegnek, félnek, az immunrendszerük gyakorlatilag a gyalogbéka bokájánál van, és akkor most szépen, vagy a bányászbéka bokájánál van, ha így ilyen kedves hasonlattal élnék. Tehát a Campónában gyakorlatilag ugye mi tudunk vérvizsgálatokat csinálni, tudunk ultrahangos vizsgálatokat csinálni. Szerény személyem az, aki háziorvosi szakvizsgával tudok a betegeknek, azt gondolom széleskörűen segítséget nyújtani, plusz mindazok az egyéb tudás, amit felhalmoztam ugye most már az évtizedek során a természetgyógyászat és az étrend kiegészítők területén, tehát nyilván ez a rendelő egy ilyen integratív medicina szellemében működik, aki ezt nem ismeri ezt a kifejezést, annak mondom, hogy ez azt jelenti, hogy a hagyományos nyugati orvoslást ötvözzük a szelíd módszerekkel, a természetgyógyászattal, mert nyilván akinek vakbélgyulladása van, azt nem homeopátiával kezeljük, vagy reflexológiával, hanem azt elküldjük a sebészhez, viszont nagyon sokan tényleg most a post-covid után, vagy a covid után gyengék, fáradtak, étvágytalanok, hullik a hajuk, emésztési zavarok, van ízérzés zavar, mentális problémák, tehát szív problémák, ízületi problémák, tehát ugye tudjuk, hogy a covid az nem hagy ki egyetlen egy szervet sem. Nyilván egy-egy terület megnyilvánul, és mi ezen a területen rendelkezünk olyan speciális technológiával, amivel egyrészt ki is tudjuk mutatni, hogy per pillanat milyen állapotban, melyek azok a vírusok vagy egyéb kórokozók, amik a szervezetben most jelen vannak és a problémákat okozzák, de ami a legfontosabb, hogy mi ezt kezelni is tudjuk szelíd módszerrel, anélkül, hogy nagyon be kellene avatkozni a szervezetbe, és ha engedje meg a tanár, hogy mondjak itt most több példát is, mert ezek mind valóban ehhez a post-covid történethez tartoznak, és ami nagyon meglepő, hogy nagyon sok a gyerek, a fiatal, a serdülő, tehát az orvos kolléganőnknek a fia például 18 éves, ő átesett a fertőzésen, neki ment a vírus a szívének, gyengeség, szapor a szívműködés, fulladás, tehát gyakorlatilag egy szívizom gyulladásnak a képét láttuk, és megkezeltük a fiatal embert, most nevezzem így, és gyakorlatilag 1-2 napon belül olyan látványos erőnléti javulást és közérzet javulást látunk, hogy elképesztő, vagy ha már a Campónát említettem, például az egyik étkezdőnek a kiszolgáló hölgye panaszkodott, hogy neki a 14 éves lánya esett, tehát egy hónapja nem tud felépülni, fáj a torka, nyirokcsomók, gyenge, nem megy a tanulás, nem megy a torna. Behozta ezt egyébként tündéri helyes kis fiatal tini lányt, és másnap megyek és kérdezem, hogy mi újság, az doktornő, az Isten áldja meg magukat. Hát azt mondja, már másnap, ja, és még egy kis hidrogén tablettánkból is ugye elrendeltünk bizonyos mennyiséget, és az anyuka tényleg újjongott, és gyakorlatilag tényleg tolonganak az emberek erre a vizsgálatra, hogy másnap a kislány elmúlt a torokfájása, és azt mondja, olyan nem volt étvágya, olyan dolgokat eszik, azt mondja, amire más rá sem nézett. Úgyhogy tényleg, vagy maga az orvos kolléganőnk, akinek a fia is beteg volt, ő maga is magas láz, olyan heves izomfájdalmakkal, mellkasi fájdalmak, és egy kezelés után gyakorlatilag ezeket, mintha így elvágnánk. Nyilván újra és újra azért kezelnünk kell, tehát nem mindig elég egy kezelés, de fantasztikus. A másik, amivel mi most még terület, amire mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, ugye a bélflóra állapota, mert hát tanárul is beszélgettük, hogy rengeteg az emésztési probléma, az irritábilis bélszindróma, a krónkolitisz, az áteresztő bélszindróma, és nyilván ezeknek a másodlagos szöveti vagy szervi manifestációi a
az izületektől a vesén át, az idegrendszeren át, mindenféle. Úgyhogy mi a Szegedi Egyetemmel dolgozunk együtt, illetve az ő munkatársaik alapítottak céget, és ugye molekuláris genetikai vizsgálatokkal egy nagyon korrekt mikrobiom vizsgálatot tudunk végeztetni. Hát itt is tudnék példát hozni, hogy ez mennyire hatékony ez a kezelés. Itt is volt kisgyermek, szinte fényevés határán, ugye autizmus bélyeget rátéve, alig beszél, tehát tényleg elkeseredettek voltak a szülők, mert ráadásul zsákutcába futottak, nem tudták, hogy mit csináljanak. És a mikrobiomjából ennek a kisgyereknek egy olyan baktérium jött ki, hogy a Szegedi Egyetemen is csak fogták így a fejüket, és azt mondták, hogy hát ilyennel még nem is nagyon találkoztak, és nem is tudják, hogy hogyan tudjuk mi ezt kezelni. Tehát gyakorlatilag a gyereknek a belében egy olyan különleges kórokozó volt, ami szó szerint ette a saját bélnyálkahártyáját. És szerencsére ezzel a úgynevezett Rife technológiával meg tudtuk kezelni a kisgyermeket, gyakorlatilag villámgyorsan fordult az állapot, elkezdett enni, elkezdett beszélni. Tehát ezek olyan eredmények, és olyan, tényleg azt mondom, hogy felemelőek, hogy én mindenkit arra biztatok, hogy aki tényleg ilyen helyzetben van, az bátran forduljon hozzánk, és mi tudásunk legjavát adva egy csodálatos asszisztenciával, nagyon szép környezetben mondhatom, hogy nem is az elegáns szót mondanám, mert elegáns is, de nagyon kultúrált, nagyon szép, de azt gondolom, hogy ott mindenki olyan fogadtatásban részesül, ami elválható lenne az egészségügyben, és mindenki annyi időt kap, és annyi időt szánunk rá, amennyit az állapota igényel. Nagyon szimpatikus, amit mondott doktornő, hogy úgy mondjuk, hogy sokszervi gyulladásos megbetegedésről van szó. Én magam is, ugye már múltkori adásban mondtam, de azért nem győzöm eleget, 4 éjszakát eltöltöttem a COVID intenzíven, rendkívül előre haladó tüdőgyulladással, plusz még ér elzáródással is, tehát a tüdőmnek egy része, valószínűleg egy szegmentje, vagy a vele tudja mennyi, azt kérem, embólia miatt le van záródva. Tehát ezért ezt a végtelen gyöngességet, ami tetszik mondani, ez csak azt tudja fölfogni, aki végtelenül gyönge. Tehát amikor azt meggondolják az emberek, hogy föl kelljen a székről, vagy ne menjen föl, kelljen föl, vagy elmenjen pisilni, vagy még tartogassa egy darabig, vagy föl kelljen az ágyból egy kicsikét elmenni egy pohár vízért, és legalább az ablakot kinyitni, hogy jó levegő jöjjön be, vagy ne. Szóval, hölgyeim, uraim, ez sokkal, de sokkal nagyobb gond, zavar, baj, ez a post-covid szindróma, mint hogy elképzeltük. Na most menjünk még egy picikét végig a Covidon. Pusztán kőkeményen a száraz tények alatt. Amikor elkezdődött az egész dolog, ugye azt mondják, hogy mindenki megkapja, csak a kicsi gyerek nem. Na most hol tartunk? Majd jön a tavasz, majd akkor elmúlik. Hol tartunk? Majd így lesz, majd úgy lesz, majd amúgy lesz. Kiderül, hogy a vírus fény évre előttünk jár, mert minden élőlénynek, így a vírusnak is természetes tulajdonsága, hogy élni akar, és keresi magának az élet teret. Na most, lehet, hogy keresztre feszítenek, lehet, hogy nem, de akkor is kérdezni kell, kérdezni muszáj. Mi van akkor, ha, vagy másképp? Van-e összefüggés, és tisztelt doktornő, önt megkérem, hogy azért válaszoljon, van-e összefüggés a nagyon sokféle oltás, itt gondolok a Pfizer-től a Modernáig, a kínaitól a Sputnikig mindenre, mindegyik valahol leengedi a sorompót,
A vírus ott totyog a sorompónak az innenső felén, és látja, hogy a túlsó oldalon zöldebb a rét. Hát hogy a fenében nem utálódna? Nincs összefüggés. Szóval hogy van ez az egész, doktornő? Mert aztán majd visszatérünk a konkrét dolgokra, de akkor az űrzavar van ebbe az egész dolgban, hogy az elképesztő. Azért nehéz erre válaszolni, mert nálam sokkal ezen a területen képzettebb szakemberek nyilvánulnak meg, hol így, hol úgy. Ugye ezt látjuk is, hogy most, amikor mondták, hogy majd ha ennyi oltás lesz, akkor vége lesz, majd ha annyi oltás lesz, vége lesz, és látjuk, hogy sehol sincs vége. És meg kell hallgatnunk a másik oldalt, aki azt mondta, ugye egy Luc Montagnier, ugye aki Nobel-díjas víruskutató, aki azt mondta, hogy nagy hiba vírusjárvány idején oltani. Tehát ugye az igazából a védőoltásokat azt a járványos időszak előtt kell adni, és bizony ő figyelmeztetett arra, és óva intette az emberiséget, hogy a mutánsoknak a elszaporodását ezzel segíthetjük. Úgyhogy némi, úgy tűnik, hogy az ő igaza látszik bizonyítódni. Ezzel együtt érthető valahol a másik oldal, a hivatalos egészségügyi törekvés is, hogy tegyünk valamit ennek a járványnak a megfékezésére. Majd az utókor eldönti, hogy most jól csináltuk, nem jól csináltuk. Most azt látjuk, hogy az oltottak is jönnek egyébként panaszokkal, meg a betegségen átesettek is jönnek. Mi nálunk a rendelőben ez csapódik le, hogy megkaptam a 3 oltást. Tehát én ügyeletben látok beteget, úgyhogy 3 Pfizer után, és úgy le van gatyásodva, hogy úgy húzzák be szinte a hozzátartozók. Tehát ugye maga ezek az oltások nem védik ki azt, hogy átessünk a fertőzésen. Nyilván azt mondták, hogy enyhébb lesz a betegség. Hát ez is egyéne válogatja, mert bizony az intenzív osztályokon ugyanúgy látunk nem oltottakat, ugyanúgy látunk oltottakat. Tehát ez egy olyan vírus, amivel soha életünkben nem találkoztunk. És nyilván ez benne a nehéz, hogy nem tudunk mihez nyúlni, nem tudjuk azt mondani. Azt látjuk, hogy hasonlít a spanyol influenzához, mert ilyen óriási citokin vihar jelenik meg a betegség során, amiről ugye ez a szót nagyon sokszor hallottuk már, hogy citokin vihar. Tehát magánál a vírusfertőzésnél nyilván itt is óriási egyéni különbségek vannak, de akik nagyon megbetegszenek, nagyon csúnya tüdőgyulladást kapnak, intenzív osztályra kerülnek, vagy adott esetben meghalnak, ott bizony azt látjuk, hogy ezek a gyulladást keltő mediátorok, amelyek szabályozzák, belobbantják a gyulladást, ezek nagyon hirtelen, nagyon drámai módon is elképesztő mennyiségben szabadulnak fel, és ezért van az, hogy neki mennek az érbelhártyának, a szívizomnak, mindennek. Hát maga az, hogyha az érbelhártyának neki megy, akkor azt tudjuk, hogy az egész testünket behálózza, trombotikus szövődményeket okoz, akut ilyen artériás történéseket, infarktus, sztrókot, egyéb területeken elzáródásokat. Tehát én ilyet oltás után is láttam, ezt most zárójelbe teszem, tehát én láttam olyan fiatal embert, hogy megkapta a Pfizer-ját, majd egy hét múlva kapott egy kamrába törő agyvérzést, úgyhogy nem volt ér anomália. Tehát ez a citokin vihar, ez az, ami okozza ezeket a problémákat, és sajnos, amikor azt mondjuk, hogy az eleve gyulladásos állapotban van a szervezet, az azt jelenti, hogy a zsírsav egyensúly hiánya miatt, a túlzott omega mennyiség miatt pont ezek a molekulák tudnak ugye nagy mennyiségben képződni, mert hogy az előfutáruk, ugye az arahidonsav eleve nagy mennyiségben van a szervezetben. Tehát ezért tessenek megfontolni azt, hogy ezt a krónikus gyulladás állapotot csökkentsük. Ebben segít ugye az omega-3 bevitel, csökken a molekuláris hidrogén, mert akkor még hogyha jön is egy fertőzés, nem mindegy, hogy milyen állapotba talál el bennünket.
Nyilván, akik egészségesebb életet élnek, jobban táplálkoznak, tehát eleve jobb állapotban vannak, azoknál azért sokszor ez a fertőzés egy kétnapos enyhe kis fáradtság képében lezajlott, és akkor kész, ennyi volt. Konkrét kérdés. Rendkívül szimpatikus dolog volt, hogy tetszett a mikrobiom rendszert említeni. Mi van abban az esetben, hogyha tényleg itt van ez a sok szervi gyulladásos állapot, szájüregtől végbélnyilásig, mert ugye ilyet is tapasztaltam nem egyet, és főleg a vékony bélben a kis kesztyű ujjacskák, a kis bolyhocskák ér állapota valami miatt olyan erősen gyulladt, hogy atrofizál vagy disztrofizál, lepusztul ez a nyálkahártya, és gyakorlatilag azt mondja az illető, hogy étvágytalan vagyok, nincsenek emésztő enzimek, bármit elénk teszek, nem akar enni. Hallod, hát adjunk neki étvágygerjesztőt, vagy a másik azt mondja, hogy böltöljünk. Doktornő, 3 perc van ennek a megválaszolására, utána tisztelettel az a kérdésem, tessék jönni, mert ilyen közérdekű műsor, mint amit most csinálunk ketten, ez nagyon ritkán hangzik el. Akkor mit csinálni, hogyha ezek a bélbolyók teljesen le vannak pusztulva, vagy majdnem teljesen? Hát már Hippokratész is ugye elmondta, hogy a betegség ugye a velekben kezdődik, és ez sajnos ez a mai időszakban még inkább igaz, tehát akiknek itt tönkre van a bélflórájuk, iszonyú eltolódásokat látunk, hiányoznak megfelelő baktériumok, túlszaporodnak bizonyos baktériumok, össze-vissza szedik az emberek a probiotikumokat egyébként. Ez is egy nagy hiba, erre most mi ugye 1000 vizsgálaton van túl ez a laboratórium, tehát mi látjuk, ugye a protonpumpagátlók, az antibiotikumok óriási kárt tesznek, és nyilván mivel a bélnyálkahártya gyulladt, elveszíti azt a funkcióját, hogy ott egy valódi fölszívódás legyen, gyakorlatilag áteresztővé válik a bél, tehát ott kell kezdeni, hogy itt rendet kell tenni, mert hogyha itt nem teszünk rendet, vihetünk, ehetünk bármit, nem fog úgy hasznosulni a táplálék. Tehát az immunrendszertől kezdve mindenre rá fogja nyomni bélyegét a mikrobiom, tehát ott kell kezdeni az alapoknál a rendrakást, úgyhogy erre ezt tudom mondani, hogy erre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, mint ahogy ezt eddig gondoltuk. Köszönöm szépen. A következő alkalomnak, amikor bejön, járjuk már körbe ezt a csodaterápiát, hogy megértsük, hogy miről van szó, mert engem már akkora kérdőjelek feszítenek, hogy az ilyen nincs, mert ez, amit el tetszett mondani, ez inkább biológiai csoda kategóriájába tartozik. De hát, ha ilyen van, akkor mélységesen megemelni a kalapot előtte, és egész biztos, hogy én is el fogok menni egy erőnlétri feltöltésre. Hölgyeim, uraim, József Erikával beszélgettünk a post-covid szindrómának a lehetséges következményeiről, az okozati összefüggésekről, és egy új, teljesen új módszert fog bemutatni, ami a saját rendelőjében, ami a kamponában van, az már ragyogóan működik. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt volt, műszaki kollégáknak az adás lebonyolítását, önöknek, hölgyeim és uraim, hogy ismét együtt vagyunk, legközelebbi viszontlátásig is. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béki László műsorát látták.